régebbi korok viszonyaihoz képest a mai kor Magyarországon is, mint ahogy a fejlettebb világban mindenütt, azzal a paradoxonnal néz szembe, hogy egyfelől ott van az, hogy több ezer képzőművész nevezheti magát képzőművésznek. Másfelől itt van, mint rettenetes dilemma az, hogy ki az, aki átképes fogni több ezer képzőművészi életművet. Ki az, aki felelősen kimerné jelenteni, hogy fölismerte az értéket, az igazi egyetemes öröküzenetű értékeket, és megtalálta ezeket megtalálván és felismervén, az összes többit el lehet felejteni. Ez a dilemma, ez a kérdésfeltevés jelzi a kultúrpolitikusok bizonyos zavarát is, vagy lehetséges zavarát, nem tudom mennyire vannak zavarban, amikor dönteni kell egyes életművek, egyes művek, vagy egyes művészek kiemelésével kapcsolatban, akár díjjal, akár nyilvánossághoz juttatással, egyebekkel. Hogyan jellemezhető ma a kortárs képzőművészet és a kortárs képzőművészek helyzete? Azt mondanám, hogy nemzetközi összehasonlításban átlagosnak, talán átlag fölöttinek. De a magyar képzőművészet messze nincs rangjának megfelelően elismerve a nemzetközi porondon. Azt gondolom, hogy ilyen értemben azért még nagyon sok tennivalója van a magyar kormányzatnak és ezutáni kormányzatoknak általában azért, hogy nemzetközi értelemben is helyzetbe hozzák azokat az értékeket, nyilván több ezer művész nem lehet, de azokat az értékeket, amelyeket mi fontosnak, szimbolikusnak, reprezentatívnak érzünk.